beszél tovább, helyettem ő énekel. Elbúcsúzom, de ott leszek, ahol a szél zúg a nap nevet. Elbúcsúzom, de itt marad belőle néhány pillanat. Beszél tovább, helyettem ő, mondja el. A csend, beszél tovább, helyettem ő, énekel. Elbúcsúzom, de ott leszek, ahol a szél zúg a nap neve. Elbúcsúzom, de itt marad belőlem néha pillanat. Akkor is hallod a hangomat, hogyha fáj, hogyha nem szabad. Mindig itt vagy, és ott leszek, ahol a szél zúg a nap nevet. Összegyűltünk, de nem búcsúzkodni tőled.
hanem veled együtt ünnepelni. Ez egy nagy nap. 40 munkával töltött év, rengeteg óvodás, sok nevetés és sírás. Ez a délután egy kis visszaemlékezés. Kicsit olyan, mint minden évben a ballagás. A különbség csak annyi, hogy itt a külsőségek visszafogottabbak, a belső tartalom arányosan nő az itt töltött évek számával gazdagabb lett. Ballagási ünnepségből pályafutásod alatt néhányat megszerveztél, és jó néhányat végignéztél. Pontosan tudod, hogy milyen nehéz a búcsú az óvodától a szülőknek, gyerekeknek. Nehéz nekünk, ha olyan gyerektől kell búcsút venni, aki sok feltörés okozott. Akinél a legtöbb jól bevált pedagógiai módszer kudarcot vallott. Tudjuk jól mindannyian, hogy mi, ami az egyik gyereknél sikeres, a másiknál sajnos nem jön be. Egy altatás nehézsége, ördefogva, kezüket simogatva, énekelve, ringatva, mindent megpróbálva, volt, hogy semmi sem működött. Végül volt, hogy te találtad meg a megoldást. Mellé kucorodva a földön, na ez volt a jó megoldás, és ezt csak tőled láttam. A következetes nevelés hangsúlyozása, a melegszívű fegyelmezés, ebben partnerre leltem benned, szülőakadémia, megpróbáltuk, hát ha sikerül. Bízom benne, hogy talán egyszer majd így lesz. Együtt elkezdtük. Mit is mondhatnék, amikor 40 évet kellene összefoglalnom, és nincs rá még 40 percem se. Még nem töltötted be a 18. évedet, amikor az óvónői szakközépiskola elvégzése után elkezdtél dolgozni egy múli óvodában. Egyedül, egy közel 30 fős kis csoportban. Milyen érdekes a sors. Most mi is ebben vagyunk. De mindig azt mondtad, hogy téged mennyi mindenki segített, és milyen hamar belelepültél a munkába. Reméljük, mi is így leszünk majd ezzel. 1988-ban elvégezted a Kecskeméti Főiskolát, közben dolgoztál, majd megszülettek a gyermekeid. Ezt követően a szakmai életutatban fontos szerepet töltött be Szápár, ami ebben az időszakban élt. Mindig büszkén mesélted, hogy mennyire szerettek ott téged, és hogy mennyire jól tudtál a szápáriakkal közös hangot beszélni. És jött a következő állomás, itt hosszan elidőztél, vagy talán meg is érkeztél, célba értél. 1996, itt vagy csak tényleg. Pályád nagy sikere, 2008-ban megalapítottad a Meseszínházat, szülők, pedagógusok és az óvoda dolgozói, az óvodás gyerekek neked köszönhetően léphettek a világot jelentő deszkákra. Egy karácsonyi buli alkalmával keseregtem neked, amikor ide kerültem, hogy azt azért sajnálom, hogy életemben nem lehettem fehérruhás menyasszony, de neked köszönhetően ez sikerült. Hozzámentem egy disznóhoz, aki végül királyfivává változott. Nekem sikerült, bizonyítsák a többiek is. Amikor a menyasszonyi ruhakölcsönzőbe visszavittem a ruhát, és terülénének mondtam, hogy egy hónap múlva jövök érte, furcsán nézett rám. Hogy? Ha mondta félházban? Köszönöm, hogy kipróbálhattam. Őszintén megmondom, egy kicsit kényelmetlen volt, úgyhogy nem is értem, hogy sokan miért vannak ezért mondva. De aztán lehettem a legcsúnyább lány, szeplőcske, jó tündér, vagy éppen egy parasztlány, és minden szerepet nagyon-nagyon élveztem. De nem csak én. Visszanéztem az elmúlt évek meséit. Tudod, mennyi a legtöbb megtekintés? 12.658 a Ludasmatyin. Hát, ez nem semmi. Sokat tanultunk tőle. A hitvallásodnak tekintetted az, hogy gyereket csak úgy lehet nevelni, ha az ember megtiszteli azzal, hogy komolyan veszik. Mi is így gondoljuk. Kedves Ildi, szeretnék jó egészséget, sok-sok boldogságot kívánni, hiányozni fogsz, de nem búcsúzkodunk, mert még nem tudjuk, hogy mi hogyan alakul. Most ünnepeljük együtt a 40 évet, a nyugdíjba vonulás, és ha nem titok, akkor a születésnapodat is. A jó Isten éltessen nagyon sokáig.
pálya útja végig ért. A gyors vonat megáll. A búcsúzó útítás más vonatra száll. Az idő vonatán lassan vacog tovább. S a kinéz ablakán nem fut el úgy a tája, hogy elfut az ifjúság. Az ember a múltba ezerszer visszanéz. Szeretné újraélni mindazt, ami szép. Lassítaná az időt, és megállítaná a legszebb perceket. De az idő kerekét megállítani nem lehet. Amilyen hosszú volt az út, annyi szépet rejt a múlt. És hogy este a nap leszáll, úgy válik múltá a jelen. Míg pirkod a hajnal, a jövő csak sejtem. Az ember a múltba ezerszer visszanéz. Könnyűnek látszik a búcsúzás, de búcsúzni mindig nehéz. Szabad vagy, mint a madár, nem köt a kalitka,
Vásd valóra végre, amit álmodva elképzelt a lelked, mint eddig nem tettél, bármit megtehetsz most, mert nyugdíjas lettél. Egy új ajtó nyílik meg a mai nappal, kívánok szerencsét egy jó nagy kalappal. Éjmától vidáman, engedd el, mi bántott, dédelgess magadban boldogabb világot. Minden napjaidba erőt, egészséget, szerető családot, örömöt, szépséget. Válts valóra most majd minden álmod, mire nem volt időd, s mit csak szíved vágyott. Sok tartalmas évet maradj itt a földön. Szavaimat tovább sorokba nem öltöm. Legyen meg mindened úgy, ahogy kívánod. Szeretettel öled régi óvodásod. Lelked kegyelmes atya lesz a munkát és megadja.
kezed imára kulcsolt. Ez minden elindított dolog. Áldást kérte szeretteidre, körülötted, nagyra s kicsire. S ha majd ezt a munkát is letetted, s reméljük soká a végsőre elközöttet, engedd az Isten kívásnak. Enyém vagy, jöjj, el nem bocsánat.